Hello! Üdv mindenkinek újra a Dojo-ban, szervusztos kacok, kellemesebb hétfőt kívánok mindenkinek. No, régen volt már nekünk hét elejé kötelező Genshin, ami így egymás után kimondva elég szomorúan hangzik, de ennek mindössze annyi oka van, hogy várunk egy nagyobb update-re. Az eventeket megcsinálgattuk, ami természetesen nem mindig hétfőre esett, úgyhogy a hét elejé Genshinből ilyen hét közepi meg hétvégi Genshin lett, de... Én azt mondom, hogy kellő mennyiségű tartalommal láttak el minket egy nagyobb update előtt, ugyanis nem sokára érkezik Natlan Laughing Ghost! Negyedik hónap! Nagyon szépen köszönöm a támogatást, szia Skylord! Üdvözletem, hello, hello, hello!
Úgyhogy most éppen várakozás van, nem olyan régen megnéztük a trélert, ami bevezetett minket Natlannak a küllemébe, illetve láttunk néhány érdekesnek ígérkező karaktert, nekem rögtön 3 plusz az arkon kiszúrta a szememet, amik így kifejezetten érdekelnek engem, úgyhogy igyekszem primogemet spórolni. A következő bennőről igazából nem nagyon szeretnék kihúzni senkit, úgyhogy lesz időnk gyűjtögetni. Természetesen ez nem lesz elég a 4 karakterre, de majd meglátjuk, hogy kit akarunk megszerezni. Megpróbáljuk őket egymás után gyorsan kipróbálni és kiszűrni, hogy kire van szükségünk. 2 geó karakter is van a következő felhozatalba, akiről az egyik talán nem optimális az én zsongli-based játékstílusomhoz, a másikról viszont nem tudunk semmit, és ő kifejezetten tetszik nekem esztétikailag és viselkedésileg, ugyanis ez a tipikus lusta nagymacska. Plusz ugye az arkon az mindig érdekel engem, hiszen tőle tudunk meg általában a legtöbbet, mármint a testvérünkről, meg a világról. Úgyhogy epekedve várjuk Natlant. Remélem, mire megjön, addigra nem lesz itt Natlani időjárás, mert konkrétan haldoklok. Olyan rohadt meleg van. Úgyhogy, ma heti bosszozunk, doménezünk, meg ilyenek, foglalkozunk egy kicsit az artefaktokkal, ugyanis, mint mondtam, most jelenleg nem sok mindent van mit csinálni, várunk egy bannerváltást, és a többi, úgyhogy ezeket gyorsan megcsinálgatjuk, aztán, ha marad még egy kis idő, akkor majd beszélgetünk konkrétabban specifikus kérdésekről. Szia, Highlight, üdvözletem! Én csak Kirelát akartam célhatozni, még nincs meg, de az a baj, egyik bennőr se érdekel, és ő lesz rajta 4 csillagos, mert... Igen, Kirarából még nekem is kéne konstelláció, illetve szeretnék konstellációt, még azt hiszem 2 hiányzik a C6-hoz, de én is így vagyok ezzel. Ha már húznom kéne, akkor talán Naviát, de ő meg pont nem illik bele a geós tímbe. Nirunak meg... Ha már Hydro DPS-t szeretnék használni, akkor inkább monáznék, mert C3-tól kezdve ő is nagyon-nagyon jó Hydro DPS, illetve akkor már inkább megszerezném Ajatót, mert az ő harc stílusa jobban bejön. Nilu gyönyörű, az új skin, ami ki fog hozzájönni, az csodálatos, jobban néz ki, mint az eredeti skinje, de nagyon-nagyon-nagyon restriktált az, hogy milyen csapatokban működik jól, szerintem. És ahhoz, hogy be tud fejezni vele a tánc mozdulatait, amivel támad, kell egy shielder. És ha csak nem áldozott fel az egyik helyet a teamben egy shieldernek, szerintem elég nehéz Nilu köré egy jó csapatot építeni. Ha csak kifejezetten nem Hyperbloomra mész, mert akkor beraksz mellé bármilyen dendrót is nyertél. Nekem sem sikerült még Nilurra rábeszélni magam. Főleg azért, mert az ő skinje fizetős lesz, és bármennyire is szép, nincs meg Nilu, és nem is lesz szerintem nekem. Ha csak nem a vége felé, mikor már teljesen mindegy. Szia, makapaka! Na, úgyhogy ez a terv, nem fogunk ma sietni, chillezünk, megpróbálunk nem megdögleni a melegbe, és meginni annyi vizet, amennyire csak képesek vagyunk, amíg játszunk. Úgyhogy kezdjük is a heti bosszokkal, mert miért is ne... El kellett nyomnom már 30 rezint, mert beteltem, 200-on voltam, úgyhogy Storm Terrort már megcsináltam, de szerintem aki legalább több mint 2 hete játszik a játékkal, az már kívülről, belülről fújja Storm Terrort, úgyhogy megyünk farkast csomogatni. Aztán meg a napi küldik és a szokásos. Terveztem ma elnyomni némi rezint, Fragile rezint it is. Szerettem volna egy kicsit foglalkozni az artefaktokkal, megint betelt az artefaktos puttony. Egyre lassabban telik egyébként újra meg újra be az artefaktos puttony, mert annyi boss van, hogy megeszik a bossaim hétfőtől kezdve keddig vagy szerda estéig, esetleg csütörtök reggelig a rezinjeimet, mindet. Úgyhogy tényleg el kell kezdenem szelektálni a bossok közül, hogy kiket akarok leverni a héten, mert nincs elegendő rezinem ahhoz, hogy minden bosst mindig leverjek, és utána még artefaktokat is farmoljak, hogyha szeretném, hogy a karaktereim erősebbek legyenek. És mivel viszonylag új sok karakterem van, Chlorine-dal együtt meg lesznek is valószínűleg egy páram még az új felhozatalból. Lehet, hogy Andrews-t és Storm Terrort hanyagolnom kéne. I don't know. Alájtam Nilu,
Kokomi Kiara. Alhajtam és Nilu ugyanazt a szerepet töltik be. Vagy Alhajtamból, vagy Niluból nem fogsz előnyt hajtani Skylord szerintem. Mind a kettő main DPS, és nem tudod őket... Lehet őket burstre rakni, de Alhajtam burstje igazából akkor működik jól, hogyha terepen is maradsz Alhajtammel. Illetve... Ez az összfölállítás csak akkor működik szerintem jól, ha Alhajtamet csak burstre építed. Az a szerencsét, hogy Alhajtamről le lehet váltani, miközben a burstnek a lézerhálója pattog, és közben használhatsz egy másik karaktert, de szerintem ez Alhajtam elpazarlása. Niluból nem lehet ezt supportot csinálni, nem igazán, mert az elementál skillje az gyakorlatilag egy ilyen maradj a mezőn és harcolj felállás. Tehát neki úgy változik az elementál skillje, ahogy vele harcolsz, ahogy és amikor nyomod az elementál skillt. Tehát gyakorlatilag, ha Niluból supportot csinálnál, akkor az elementál skillt azt majdhogy nem el is felejthetnéd. Mert Nilu az specifikusan main DPS szerintem. Nagyon, tehát egyszerűbben csinálnál Alhajtamból supportot, mint Niluból. Yeah. Tehát ugye Nilunak Dilükéhez hasonlatos az elementál skillje, bár sokkal komplikáltabb a Niluéjének a használata. Ugye ő is egyszer csapsz, aztán kombózol, aztán megint csapsz elementál skill, tehát így össze lehet láncolni, meg kötni őket. Úgyhogy nem a legjobb. Én lecserélném a teamből... Nem tudom, hogy van-e Bajzsud. De ha van Bajzsud, akkor Kirarát és Alhajtemet le tudod cserélni, és be tudnád tenni... by the way, Kokom is fölösleges egyébként ebbe a teambe. Be tudnád tenni Bajzsut, Nilut, hogyha én játszanék, ezt csinálnám, Raident és Nahidát. Azt szerintem egy gusztustalan team lenne. Bár Raiden és Nahida hiperkerizna, akkor is, hogy a Nilu nincs fölépítve, úgyhogy az majdnem mindegy. De ne hallgass rám, próbáld ki, hogyha van rá esélyed, meglátod. Star Glitter Shopba benne lehet Kirara? Elvileg igen? De nem láttam... Ja de várjál, egyszer azt hiszem láttam már, de lehet, hogy tévedek. Túl régóta játszok már, hogy emlékezzek ilyesmikre. Ó, az anyád szentségit. Elszaladt. God damn it. What happened? Keresztül szaladt rajtam. Szia, Enci! Múltkor telibe csaptam, és még futotta a köröket, de már nem volt HP-ja. Igen, értem, Skylord. Szerintem googliz rá, az a legegyértelműbb megoldás, hogy lehet-e... Oh, wow. Na, ezért akarom mindig minden boss leverni. Fuck. Talán, ha meg lesz az összes gyártható fegyvernek az R5-ös verziója, akkor abba hagyhatom az all bossozást. Na, igen, lehet, csak nem tudtuk, hogy Kirara lehetséges-e egyáltalán, de szerintem igen. De mondom, az a legegyszerűbb, ha rágooglisztok, az jobban fogja tudni, mint én. Na, Child Abuse, még mielőtt megjönnek azok, akik szeretik Childit. Szia, Bandi! Mi újság? Szia, Dika! Üdvözletem mindenkinek, hogy bírjátok ezt a nagy meleget? Mi a helyzet, srácok? せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。Jesus. Okay。褒めてあげよう。これこそが知恵の伝道。難攻不落。さばきのイカズチ。ズーム、ズーム、ズーム。 Child olyan, mint egy rossz macska, mindig benne van a zoomies.
Volt még negyed HP, hova tűnt? Jézusom. A linkelni nem tudsz Highlight, linkelni csak a VIP-k tudnak, meg a modok. De ha beküldöd NC-nek, ő szívesen belinkeli. NC-nek a privát üzenetet küldesz. Sportfröccse bírható. Nem, nem biztos, hogy akarom tudni, hogy mi az a sportfröccs. Még egy? Fuck yeah. És nagy kristályot kaptunk az előbb is, tök király. Köszi, Enci. Szia, Sairis, üdvözletem. Hello. Hála az égnek, most rossz, most jó irányba rossz a Twitch, mert a legtöbb ember kék a csetemen. És az hűsítő. A privátban Highlight, kattints rá Enci nevére, és a szöveg buborékba be tudod küldeni neki. Nya. Mehet a béka simogató. Ha esetleg bárkinek segítség kell, bár szerintem nem fog segítség kelleni senkinek a bosszokban, akkor lehet jönni most velem. Szerintem nagyon-nagyon ügyesek vagytok így a tapasztalataim alapján, úgyhogy nem hiszem, hogy bárkinek problémája van a bosszokkal. De még mindig imádom ezt a zenét. Belegondolni is félelmetes egyébként, hogy milyen érzelmi húrokat fognak megpendíteni ezek a zenék bennem, mikor a játék már mondjuk inaktív lesz. Igen, a suttogó üzenet az Highlight, igen. Azaz. Elektró és hidró, az teljesen jó nekünk. Szerintem neked le van tiltva a suttogó üzeneted, azért nem tudsz küldeni. Mert nekem nem enged számodra küldeni suttogó üzenetet. De egyébként milyen táblázat az, amit beküldtél? Ja, hogy mik lesznek a izén. Oké. Okay. Akkor várjál, ránézek. Genshin Glitter Shop Characters. Ott is van. Azt mondja, hogy... Hát ahogy én elnézem, mostanában nem lesz Kirara. De mindjárt keresek egy másikat, ahol látszik. Yep, ebben az évben már nem lesz Kirara. Ez fix. Ebben az évben már nem lesz. És ennél előrébb nem látszik. Nem hiszem, Skylord. Nem tudom, valamiért nekem úgy rémlik, hogy vannak újabb karakterek is. Lehet, hogy tévedek. De mintha láttam már volna, nem tudom. Nem vagyok benne biztos, inkább nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy ebben az évben már nem lesz Kirara. Ha van is rá lehetőség, ebben az évben már nem lesz. Candice, mintha rém lenne nekem is, igen, ő is. De nem mernék rá megesküdni. Mondjuk nem értem, hogy miért ismételnek, miért van minden karakternek két hónap. Van elég karakter az, hogy minden karakternek csak egy hónapja legyen. Sőt, jobbat mondok, a Glitter Shop frissülhetne gyakrabban. Úgy utálom, hogy van egy Invincibility frame-je, kettő is, egy jó pár másodperces HD-nak. Akkor nem tudsz csinálni vele semmit. Ilyenkor legalább van időm ráaddolni mindent megint. Simán frissülhetne egy-két hetente. A karakterrosta az igen. Ha nem is akarják, hogy több
vist ki tudjunk szedni, a karakterrost azt frissülhetne, igen? Minden héten más két karaktert lehetne megvenni, azt így értékelném. Szerintem sok ember értékelni azt. Oh my god, van tető. Készítünk róla egy halálos fényképet így a végére. Cheese! Mert azt mondjuk megértem, hogyha nem akarják, hogy több vist ki tudjunk szedni. Mondjuk azt nem értem meg, hogy miért akarnák így, hiszen abból van glitterünk, hogy veszünk What the hell is wrong with you? Ez a harmadik biléje mai napon. Recept! Recept. Oké. Okay. Nem panaszkodunk. Kirara nem szokott lenni a shopban, nem sokára kapsz egyet ingyen. Ó, mondjuk az is igaz lesz igen. Tényleg, az is igaz. De akkor tévedtem. Nem tudom, miért rém lett úgy. De mondjuk simán megcsinálhatnák. Tehát, hogy igazából a glitter az azért van, mert sokat húzol. Tehát ahhoz, hogy még több glittered legyen, még többet kell húznod. Szerintem ez is unszolná az embereket, hiszen tudhatnánk, hogy hetente akkor más és más karaktert lehetne megvenni a glitterből. És most már bőven van annyi karakter, hogy hetente tudjuk cserélni őket, vagy tudják cserélni őket szerintem. Úgyhogy, ja? Szerintem ez egy jó ötlet lenne. De akkor ezek szerint tévedtem, akkor valószínűleg nincsen Kirara a shopban. De nekem is Kirara és Candice is rémlik, sőt, nekem, mintha rém lenne... Fuck. Most majdnem Amber-t mondtam. Amber szokott lenni egyébként, de nem Amber-re gondoltam, hanem... Mintha láttam volna odabent... Collie-t, de akkor ezek szerint csak halúzok. Igen, Dremi, de mondom, ezzel megint csak elősegítenék azt, hogy az emberek többet húzzanak, mert glittered csak akkor lesz, hogyha húzol. És húzni csak primóból tudsz, tehát nem tudom. Biztos vagyok benne, hogy 8 számjegyig mérő mérleggel mérték ki, hogy hogy jönnek ki a legjobban belőle. Ebbe biztos vagyok, hogy erre van egy külön tímük, vagy kettő. De ja. Szerintem ez segíteni a... De hát, most mondhatnám, hogy a bizniszt, de az biztos, hogy segíteni a játékosok élvezeti faktorának a növelését. Főleg azért, mert csak 4 csillagos karakteret lehetnek ott, tehát... Úgyis 5 csillagosakat akarnak húzni az emberek. Na mindig. Igen, Skylord, de ha megfigyeled a most kijött gacsákat, egyik sem igazán olyan, ami tudna rivalizálni a Genshinnel szerintem. Én se értek hozzá, Tremi, de egyébként jogos a meglátásod, tehát biztos vagyok benne, hogy erre van egy team, aki ezt méricskézi, meg vigyáz, hogy nehogy elszaladjon a paci. Hol vagyok? Signoránál vagyok. Menjünk egy másik tímmel most, miért ne? Menjünk Monogeóval. Miért is ne? De hát ez azt, tehát, hogy nem tudják megcsipkodni, nincs mivel megszorítsák. Egyik sem dolgozik open world-el, tehát a gacsa zsanrán belül is ez a szubzsanra, amit most a Genshin csinál, ez páratlan. A 200 rezin a Vuva miatt lett? Őszintén biztos vagyok benne, hogy tervezték. Csak kivárták vele a megfelelő alkalmat, hogy azt mondhassák, hogy lássátok, milyen nagy lelkűek vagyunk, hogy megadtuk a 200 rezin, megkértétek? Biztos vagyok benne, hogy tervbe volt. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy... mi csinálsz, Ronin? Hogy ezek a dolgok általában így működnek. Hogy látják, hogy mi kell nekünk, hogy mit kérünk, hogy miért sír a szánk, és csak akkor adják meg, mikor már nagyon elszomorodik a helyzet.
Így van, gyorsabb boss respawn, az is ugyanígy, persze, természetesen. Ez nem is kérdés, ne is legyen kérdés egy pillanatra se senki számára, hogy ezek miért történtek. Jaj. Mindig meglepődöm, hogy Goro tud egy minimálisat healelni. Hiába próbálkozó, szinyóra. Sayonara. Toru ni taranai wa. Oh, okay. Oh. Ganzan Hachiku. Akirame nasai. Tendo, koko ni ari. Kenyo banjaku. Shingun. Kyusai wa iranai. Iranai no. Nya. Oh, oké. Okay. Most már nem kaptunk recit, de kaptunk még mindig piros chunkot. Hydro damage. Pff. Ja. Igen, az egyetlen mellényúlásuk szerintem az volt, hogy több primó van az abiszban, de nem kellett volna megnyújtaniuk az abisz resetet, azt ugyanúgy hagyhatták volna, ott egy kicsit elszámolták magukat. Ne, ha eleget hisztizünk, azzal csak azt érjük el, hogy tudják, hogy mit akarunk, nem azt, hogy előbb jöjjön. Tehát félreértés ne essék, ezek nem fogják előbb bedobni a dolgokat, csak maximum pipálják, hogy igen, erre gondoltunk, és ezt akarják, akkor ezt majd beadjuk úgy, hogy jó fejnek tűnjünk. Tehát ez nem függ attól, hogy mennyit rinyálunk, és hogy hol, és hogy hogyan. Jaj, bazd meg, másik tímet akartam vinni, mindegy, whatever. Egy kis damás plusz azért itt jól jön. Ne tartson 3 órán keresztül. Kenyo band. Soka? Fashion wa watashi ga teiki suru. Ore ni tsuke. Ketsujin. Kousan shinasai. Ganzan hatsu. Okay. Grrrr. Oh shit. Toru ni taranai wa. Akirame nasai. Kyoko! Iza! Wow, oké. Úgy látszik, most már a Geo team is elég hozzá, hogy átváltozás nélkül meg legyen Raiden. Nice! Jó, mondjuk fölbuffoltam a teamet, de akkor is. Persze, persze. Szia Red Ghost, neked is. No. Na, itt már csánkot se kaptunk. Raiden! Nem hozok neked dangót legközelebb. Igen, ez a báb. Ez. Amikor itt harcoltok a Raiden Shogun ellen, akkor a báb ellen harcoltok, akkor nincs itt ej. Ez csak a báb.
meg higgy nekem, nem bántottuk. Tehát őt igazából ez a sebzés nagyon nem hatotta meg, amit kapott. Hanem azt mondta, hogy oké, ez egy jó párbaj volt, és szépen elment dangót enni, meg mangát olvasni. Tehát konkrétan az ő power leveljével, no. Talán zsongli meteorját érezte, esetleg. Ja. Akkor mi van még? Van még nekem Sumeru és Fontaine. Az 120, az 240. Ó, oh, van már egy csomó izé. Hát most lebosszozok. Mindent egyszer. Nem értne. Kezdjük a hisztis pöccsel. Így van, így van. Hát az üzlet az... A pénz fog beszélni. Így van. Így van. Így jöhet a jó muzsika. この偉大なる力は神丹のため。Sure。ショーバリー。これこそが知恵の殿堂、全部丸み。無我の境地。て、て、て。な、見ます。まあ、ファイター。この仕事は排除するべきですね。難攻不落。見切りました。 天道ここにあり。Na. Minden napban van valami öröm. Ha csak pici, akkor is. Ja, by the way, csak szólok, hogy itt is csak a fizikai erejét használja a Traveler. De ugye eddig minden boss fight story-wise úgy lett kitalálva, hogy volt valami mellékes cél, nem csak simán fizikailag legyőzni az enemit. Tehát eddig akárhány boss fightunk volt a játékban, ott egyiknél sem az volt a cél, hogy Aether megsemmisítse az ellenfelet. Ezért szoktam kurva jókat röhögni azokon a tweeteken meg kommenteken, hogy Arlecchino biztosan erősebb, mint Aether. Ez meg az így is úgy is erősebb, mint a Traveler. Traveler még egyszer nem vette fel a kesztyűt rendesen. Persze, tudjuk a játék, hogy gyenge. Ez tény. Áj. GG, Zadika. Ebbe szépen belefejelték, komám. Well. De azért remélem lesz egy olyan momentum a játékba, amikor láthatjuk Aethert teljes erejét elszabadulva. Mondjuk, ha mondjuk bántanák a tesót, vagy valami hasonló. Persze, Adika, persze. Oh. Báp! Szia, Lothador! Csak stílusosan itt, csak és kizárólag Raidennel szabad befejezni a témát, mert az az igazán lore-wise pontos dolog.
Főleg azért, mert hogyha esetleg itt Raidennel elbuktok, akkor beszól a kis köcsög. Na, csánk, király. Ja, meg volt ő is, mehetünk tova kukacot írtani. Az úgy kedves, Red Ghost. Remélem itt áll eleget. Ne kapjál nekem itt hőgutát. Bakér. Ide még nem vittem kriót. Én úgy emlékszem. Viszek egy kriótímet, megnézzük, hogy működik. Ide mindig Geóval jöttem meg a main tímemmel. Meg Jaimikóval jártam ide sokat, mert... A totemes tímem az nagyon effektív itt. Csak lerakolgatod a totemeket, és vársz, hogy minden meghalljon. Ne? Egyébként tegnap este kerülgetett engem a vihar, nem tudom, hogy nálatok is fönnállt ez a helyzet. De én kifejezetten élveztem, hogy megmozdult a levegő. Új, de nem igazán... Hát, mondjuk működhet ajaka. Ah, abszolút működhet a jaga. Oké. Na, még el. Hát eső itt is volt, de az nem segített a helyzeten, csak maga az, hogy megmozdult a szél. És végre 6 nap óta először ventilátor nélkül is éreztem, hogy van levegő. Ó, ez nem tereli el a figyelmüket. Érdekes. A Taunting cucc nem tereli el ezeknek a bogyóknak a figyelmét. Hm. Viszont elsodort őket a jakának a burstje. Oh, fuck you. Ó, természetesen Shenhe és Ganyu outfit is megvan. Mind a kettő nagyon-nagyon tetszett. Tetszett maga az event is, nagyon-nagyon szerettem azt az eventet. Meg hát mind a két karaktert nagyon kedvelem. Most már örülök, hogy egyszer véletlenül sikerült megszereznem Shenhe-t. Extra buff a kis hercegnőnek. Ja, jó volt, nagyon Latador. Kukuc! Hova dobtad ezt? Oh my god. Totálisan másik irányba ment. Miért nem jöttél föl közelebb? Ó, oh, beleszaladtunk. Ej!
装よ。化身となれ、念の表像。はい。Yeah, Shenhe az tipikusan ugye a support karakterek mintapéldája. Nagyon nis, mert nagyon csak krió, és gyakorlatilag kettő normális krió DP, há, három, bocsánat, három Rosalie-val együtt. Három normális krió DPS van a játékban, ugye Ayaka, Ganyu és Rosalie. Az összes többi mellé Shenhe rossz, kifejezetten. Tehát nem csinál velük semmit konkrétan. Hát a supportok közül is nagyon nehéz jó support karakter csinálni, és ez egy nagy általánosságban igaz egyébként. Általában jobban is kell érteni a karakter kezeléséhez, ha csak supportálsz, hogy hogyan tudsz segíteni másokat ugye jobban. Az sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy okay, damage, és berohansz a tömegbe. És kreálni is support karaktereket nagyon-nagyon nehéz. Mert egyrészt, főleg ha van egy olyan supportotok a játékban, mint Bennett, aki ha nincs C6-ra rakva, csak C5-re, akkor technikailag minden csapatban nagyon-nagyon-nagyon jó. Mert van heal, mert van damage boost, mert van elég support, van pyro extra, ami ugye a pyro DPS-eknek extra jó, a pyro rezonancia miatt, úgyhogy nagyon-nagyon, a Genshinbe különösen nehéz jó support karaktert csinálni. Amit egy kicsit ellensúlyoz az, hogyha a support Dendro, mert ugye a Dendro magában nagyon erős, már önmagában is, és ez meg is látszik a felhozatalon, mert vagy csak nagyon nincs supportjaink vannak, akik jók, vagy van Bennettünk. Ezért vagyok nagyon kíváncsi Emilyre, hogy milyen lesz. Mert ő az első off-field DPS, Dendro DPS, akivel nem kell bent lenned a csatatéren, hogy tudjál csinálni bármit is. Ezért nagyon-nagyon kíváncsi ezek, hogy milyen lesz, de van egy sanda gyanúm, hogy kurva erős. Úgyhogy ezért szeretném megszerezni. A tímem az meg valahogy úgy fog kinézni, hogy Raiden, Nahida, Emily és Yaemiko. És csak a Turret és csak a Raiden Burst és a zöld buborék és minden zöld lesz meg lila. Szerintem durva lesz, hogyha sikerül megszereznem a hölgyet. Mehetünk ide is krióval igazából. Nem tudom egyébként, szerintem csináltak valamit amúgy Arlet Chironak a boss fightjával, mert vagy csak nekem töltött be lassabban a cutscene, nem tudom, de esélyem nem volt múltkor elugrani, amikor ugye Arlet Chino lecsapott a second phase elején, mert nem láttam gyűrűt, nem láttam kört, csak véget ért a cutscene, és láttam, hogy a karakterem dől el. Which is not funny at all. Ah, fuck. Hát akkor healelünk addig. Oké. Okay. Őt sem nagyon lehet tauntolni, úgy vettem észre. Oké, okay, Big Bana. Későn raktam fel a pajzsot. Ez ráment? I don't think so. Hulló vízi csillag. Ó. Na, hajrá, hajrá, Latador. Sok sikert mindenkinek a elkövetkezendő hullokhoz, természetesen. Remélem mindenkinek sikerül összeszedni azt, amire vágyik. Azt hiszem ezt se csináltam még ezzel a tímmel. Oh, Jesus! Homebully, fuck ez a sebzés. Á, késő. Nem, ráment még, jó van.
gyorsan visszajöttem, motherfucker! Jézusom! Já, júj! Motherfucker! Megölted a cicámat, te fasz! Oké, okay, de erősebb sír. Oh my god, és elteleportált. Of course. Tipikus példája egyébként egy rosszul megtervezett boss fightnak, mert itt szó szerint csak és kizárólag az volt a nehézség, hogy az az együtése, az kurva nagyot sebez. Itt semmi más. Ez a könyvbéli példája a rossz boss harc dizájnnak. Az az egy, amikor vág egy ilyen elektromosat, aztán az fölrobban, az az egy, ami nehéz benne, bele is szaladtam. Hm.